Kedves nézőink, nem mindig az egészségről beszélünk, hanem néha egy kicsit a szépségről is. És mi tartozik hozzá a szépséghez? Hát, hogy ne legyünk pufókok, hájasak, nehezen mozgók, mert bizony az nem olyan jó látvány. Hát mi most ehhez valami nagyon jót mondunk, hogy kivel? Éliás Tibor, természetgyógyásszal. Hát Tibor, te valami nagyon furcsát mondtál, hogy nasizzunk a karcsúságért. Hát ez meg hogy lehet? Hát végül is egy érdekes dolog, de nem megvalósíthatatlan. Na. Őszintén megmondom, ilyenkor nyár elején, vagy tavasz vége felé, mindenkinek hirtelen eszébe jut, hogy a fürdőruhát föl kell venni, és a télen ne szégyeljük nagyon, többen, sok emberre fölmegy egy pár kiló, hát ezt gyorsan le kell adni. És az a szerencsém, hogy van egy néhány ismerősöm, aki kipróbált egy olyan megoldást, nem is fogyókúrának mondom, hanem egy olyan megoldást, ami egyáltalán nem fáj, és egyáltalán nem kellemetlen, és nem megvonásokat késztet az emberre, hanem egy bizonyos nasinak a fogyasztásával elveszi az étvágyát. Ezzel már lecsökken a falás inger, vágy, és ezzel kevesebb szénhidrát megy be, hát természetesen ilyenkor meg kell vonni magától az embernek az édességek jelentős részét, viszont helyette van a nasi. Ez olyan anyag, ami elveszi az étvágyat, viszont nagyon finom. Kókuszos, vaníliás, ropogós íze van. Az ember szívesen eszik belőle akár többet is. És mellé, tehát ez nem engedi, hogy túl sokat tegyünk, és mellette van egy másik kapszula, ami egy nagyon különleges dzsungelban őshonos növénynek a magvából készül, a Garcinia Cambogia nevezetű anyag, amely viszont a zsírbontásban nagyon jelentős szerepet játszik. Na most, aki akarja, ezt lehet turbosítani, nagyon jó tejával, finom teja, és hozzásegít a további... Már hogy azzal vegyük be ezeket a kapszulákat? Az is egy jó ötlet, de a teja maga további segítséget ad az égetéshez, tehát a felesleg lebontásához. De ha még jobban hozzá akarunk tenni, akkor van még egy ilyen egy energiaital, ami pótolja az esetleges energiahiányt, viszont nincsen benne kalória. Mi? És nagyon finom. Van vaníliás, van csokoládés, Szászlónak is egy a vége, az én kedves jó ismerősöm, kedves barátnőm, gyakorlatilag 12 kilót fogyott ilyen 4-5 hét alatt, de úgy, hogy észre se vette. Tehát én ezt már ezt a profizmusnak tartom, hogy ilyen egyszerűen és ilyen veszélymentesen és komplikációkon átívelő, tehát komplikáció nélküli megoldást lehet ma már alkalmazni, és korosztálytól függetlenül. Nők, férfiak, egyaránt. Tehát akkor tulajdonképpen még egyszer ismételjük el, hogy mit is kéne tenni? A két legfontosabb dolog a nasi, testsúlycsökkentés. De ez úgy nasi, hogy esetleg még finom is? Mert hát ugye mit szeretünk nasizni? Hát gondolj bele, hogy természetes vanília, természetes kókusz, és természetes szénhidrátmentes édesítő van benne, ami nagyon finom ropogtatni, és az ember akár az egész dobozzal megenni, mert tényleg nagyon finom, de elég kettőt elfogyasztani. Persze, hát hogyha valakit ez komolyabban érdekel, akkor természetesen van hozzá silabusz, hogy mit hogyan, mikor tegyél, és Erzsikém nagyon finom aloé teát is ivott mellé, aminek bővített hatása van, tehát a kimosását, a méregtelenítés és a szénhidrát maradványoknak a kimosását elősegíti, és mondom, hogy ha még mindez nem lenne elég, akkor egy olyan energiát viszünk be, ami szintén szénhidrátmentes, tehát büntetlenül lehet fogyasztani.
És ez néha olyan jó, hogy nem kell vigyáznunk, számolgatni, hogy most egy pohárral ittam, két pohárral ittam. És ezt mi magunk otthon meg tudjuk csinálni? Abszolút. Tehát nem főzzük, nem... Abszolút. Amikor véletlen előfordul, hogy nincsen reggelim, akkor én ezt a bizonyos csokoládé, illetve vanília ízű port felöntöm tejjel, esetleg kávét is teszek bele, és megvan a reggelim ettől az anyagtól. És már nem is kell hozzá mondjuk zsömlét, meg ilyesmit tenni, mert minden energiát és vitamint megkap. Főleg, igen. És hát azért nem mondhatom azt, hogy nem vagyok azért olyan kövér, tehát koromhoz képest sportolok, stb. Stb. Energiám van, mert egészségeset fogyasztok állandóan. Tehát akkor ez egy nagyon jó módszer. Mikor kezdjük el? Teljesen mindegy, hogy mikor kezdjük el. Amikor valaki elhatározza, hogy na most akkor szeretnék egy kicsit visszafogni a súlyokból, meg hát tovább élni, mert valljuk be őszintén, akinek súlyfeleslege van, az nagy tehernek teszi ki a szervezetét, a mozgását, a tüdejét, a szívét, az agyát, mindenét, hiszen olyan nehezékeket ad a életünkhöz, amit bizonyos szerveink egy bizonyos kor után nagyon nehezen tűrnek. Tehát az életünkért kell nasizni, meg a szépségünkért. Meg azért, hogy a párunk azt mondja, hogy de jól nézel ki. Így van, nem mindegy az, hogy azt mondja, hogy te még mindig milyen szép vagy. Igen. Én azt hiszem, hogy erről akkor eléggé körbejártuk ezt a témát, viszont valamit szeretnék elmesélni, hiszen én is bizony kaptam hörgőgyulladást, megfáztam, mert ugye hol meleg van, hol hideg van, kiszaladtam, és a Tibor gondol rám, és ilyenkor mindig ellát mindenféle finomsággal, és az jutott eszembe, hogy van nekem két keresztfiam, ekkorák voltak, orvososdit játszottak, és kérdezem, hogy na és doktor úr, hát mi a baja a betegnek? És úgy rám nézett. Tüdőn át, ha! Úgyhogy most én is kaptam tüdőn áthára egy kis igazi, gondolom, hogy tüdőfű, meg nem tudom, mik lehetnek benne, igen, de biztos, hogy egy komplexum. Igen, igen. Én nagyon szeretem a gyógynövényeket alkalmazni, és hála jó Istennek a Kiskunsági Nemzeti Parkban megterem sokféle, de én külön is termesztem, mert az a biztos, ami otthon van, szóval azok sterilek, szépek, gondosan van nevelve, sokféle tápanyagot adok hozzá. Például valaki megkérdezte, hogy miért más az én Artemisia annuám, mint sok minden másé. Hát azért, mert én hetente összesen 14 féle természetes tápanyagot adok hozzá. Ez már nagyon a földhöz? A növény locsolásához, táplálásához, tea formájában, poralakban. Tehát én beszélgetek a növényekkel, tehát nem vagyok hülye, csak egyszerűen ők is élőlények, és hiszem, hogy érzik a szeretetet. Tehát, biztos, hogy így van, ha a otthoni szobanövényt egy kicsit úgy mész hozzá, hogy de szép lettél, látom, hogy fejlődsz, másnapra még szebb. Hát ez így, komolyan mondom, így van, rettenetesen sok munka, hála jó Istennek nyugdíjas lévén ez a fő foglalkozásom már, de hát azért az Országos Egyesületet is csinálom természetesen, de valahogy az életem részévé vált az, hogy segíteni az embereket. Nagyon sok ember rászorul, nagyon sok a beteg, mondom így, a morbiditásról meg már nem beszélek, de fiatalok, a szaporulatnál látszik, hogy olyan méreganyagokat tartalmazó ételeket, meg a levegőből jövő problémákat ugye nem tudjuk kikerülni, és ezért egész fiatalok kerülnek olyan helyzetbe, hogy megbetegszenek, vagy éppen nem tudnak gyermeket vállalni, és olyan jól eső érzés, hogy a természet... Én nekem van egy mondásom, ami a természetben elromlik, arra a természetnek van gyógyírja. Csak tudni kell, hogy miből, mit, mennyit, hogyan, miért, és ez tudható. A másik pedig mindenből a legjobbat és a legolcsóbban. Mert az sem mindegy, hogy az emberek mire költik a pénzüket. Hát igen,
egyre több mindenre kell, osszuk be. Azt szokták mondani, hogy ó, hát ennyi a nyugdíjad, na azt aztán jól oszd be. Én hiszek abban, hogy hogy a magyar ember az találékony, és hogyha azt is kitalálná, hogy végre, akik vidéken élnek, faluhelyen, vagy városban, ahol van egy kis föld a kertben, hogy legalább egy kis valódi petrezselymet, egy kis valódi karalábét, stb. Ültessünk az Isten szerelmére, mert azt tudjuk, hogy mivel van locsolva, milyen földbe van ültetve, honnan származik, és hogyan dolgozzuk fel. És mellette, hogyha szedünk néhány olyan dolgot, amire szükségünk van, akkor egész hosszú és egészséges életet tudunk élni. Hát köszönjük szépen, Tibor, egy csomó jó hírt mondtál ebben a mai adásban, úgyhogy azt hiszem én is elkezdek nasizni, mert én is akarok fürdőruhát hordani. És kedves nézőink, ezzel a mai adásunk véget is ért, és ahogy ma kezdtem, egy nagyon fontos információt szeretnék átadni. Megváltozik a műsorunk vetítési ideje. Van, ami nem, de több helyen igen. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is alakul egy héten keresztül a Te a Glóriával adása. Az első főadás maradt szerdán, de nem 20 órától, hanem 21 órától fog kezdődni. Aztán csütörtökön van változás, 15 órakor, azaz 3 órakor kezdünk. A péntek az egy nagy változás, hiszen eddig nem volt pénteken, most 13 órától nézhetik, tehát megették az ebédet, leülnek pihenni, emészteni, nasizni, és megnézik a teját. Szombaton nincs változás, 18 órától várjuk Önöket a képernyő elé, és vasárnap sincs változás, reggel 8-kor ébredjenek velünk. Aki mégis többet szeretne tudni, az nézze a weboldalunkat www.teagloriával.hu, barangoljon a Facebook oldalon, illetve a műsor állandó telefonszáma egész héten az Önök rendelkezésére áll reggel 9-től este 9-ig. Így hangzik: 0620 9 340 330. És nem fejezhetjük be másképp ezt a műsort, mint a Tibor mondásával. Éljenek egészségesen.